Sziasztok! Isten áldásával kellemes, szép éjszakát szeretnék kívánni nektek, és szeretném most az igazságot kijelenteni nektek az Úr kegyelme által, mert tegnap eléggé inkorrekt és gondhatlan voltam, megvallom őszintén, amikor erről a témáról beszéltem nektek, és nem voltam eléggé pontos, exakt, de a pontos is próbáltam lenni, akkor is mondtam téves dolgokat. Hát először is arról, hogy a világot föl fogják osztani, tényleg zónákra osztják, ahogy mondtam is, csak azt nem mondtam, hogy hány zónára. Na most ezeknek a zónáknak a száma az 10 lesz a világon. Azt tudom, hogy Észak-Amerika egy zóna, egy unió, Dél-Amerika egy zóna, egy unió, Dél-Afrika egy zóna, egy unió, Európa egy zóna, egy unió, Oroszország a független államok közösségeivel, vagy legalábbis egy pár, nem tudom, hogy pontosan hogy van behúzva a térképen, egy zóna, egy unió, Ázsia egy zóna, egy unió, Ausztrália, és még valami ott van, tehát talán Új-Zéland az mind egy zóna, egy unió. És már most van egy pár belőlük, amit uniónak hívnak. Na most ezek fölött egy király fog uralkodni, egy úgymond politikus, egy úgymond király, és ezek lesznek 10. Majd az új világrendbe, amiben bevezeti az egész világot, hát minket nem, mert én outsider leszek, én kívülálló leszek, én nem fogok ez a rendszerhez tartozni. Ezt a világot be fogják vezetni a világgazdasági fórum, mód képviselő, úgymond globális hatalmi elit ebbe a antikrisztusi rémálomba, amit a jobbosok, úgymond leninista technokráciának neveznek, a balosok pedig feudális technokráciának. Mind a két oldalról más, hogy nagyjából egyformán látják a dolgokat, de másféle megközelítésből. Na most a leninista technokráciát vázolta föl Klaus Schwab a világgazdasági fórumon az úgymond Great Reset elméletével, amiről könyvet is írt, és lehet azt tudni, hogy 2030-ig, amikortól a 2030 agenda nevezetű új világrend tervet akarják megvalósítani Klaus Schwab és a globális hatalmi elit képviselői. Addig le akarják építeni a világot, mind vissza akarják metszeni, úgymond. És az, hogy sikerülni fog-e nekik, azt most hagyjuk, az más téma. Valószínűleg sikerülni fog, mert előbb-utóbb úgyis az lesz belőle, hogy egy új világrend fog kialakulni, mert a negyedik állat, a negyedik ország, a negyedik birodalom, az mindennél félelmetesebb, erősebb lesz, és fal és zúz és a maradékot lábaival összetapossa. Na most, ahogy le akarják építeni, abban benne foglaltatik az, hogy most mondom el mindjárt a lényeges pontokat, ahogy le akarják építeni, abban benne lesz az, hogy mindenféle innovatív képességekkel rendelkező embereket ellehetetlenítenek, elveszik az alkotási kedvet és a motivációt, a magántulajdon az nem lesz, mindenkinek lesz egy bizonyos összegű elektronikus pénze, cenzúrázni fogják az ellenvéleményt, és minden olyan ellenvéleményt, ami rendszerrel szembe megy, amit ezek ki akarnak alakítani, azt cenzúrázzák, azt el fogják törölni. És az antikrisztus birodalmában majd likvidálni is fogják az olyanokat, nem csak azokat, akik nem veszik föl a fenevad bélyegét, melyet az antikrisztus nevének a száma fémjelez.
hanem azokat is, akik ellene mennek a rendszernek, mert azok nyilván nem fogják imádni a fennevadat sem, nem fognak leborulni előtte, és azokat már elfből, hivatalból kicsinálják. Na most nem lesz magántulajdon, és vallásszabadság sem lesz. Hát egyértelmű, nem? Hát egy közös vallás lesz, amelynek most a képviselői összegyűltek itt Kazasztánba, ott az Ázsia kellős közepén, nem tudom milyen város az, de eléggé fejlett város, gazdaságilag is, pénzügyileg is ott van a toppon. A spirituális élet képviselői úgy döntöttek és úgy határoztak, hogy ezt a Kriszlám nevezetű vallást vezetik majd közös világvallássá, teszik a világvallássá. Szólásszabadság nem lesz. A közös értékek, nemzeti értékek megszűnnek teljesen. Nemzeti öntudat sem lesz. Hanem mindenki úgymond világpolgár lesz, csóró világpolgár. Persze, aki fölveszi a bélyeget, az, és beáll a sorba, az Antikrisztus imádóinak a sorába, az jól fog lakni, úgymond lesz mit ennie, meg innia, de azon kívül semmi több. Lehet, hogy még kocsia sem lesz minden embernek, ugyanúgy, mint eddig, az utóbbi időkben, években és évtizedekben. Mert megszűnik a magántulajdon, ingó, ingatlan vagyon, és avval együtt minden. És aztán 2030-tól megvalósul ez az agenda, terv, amelyet kitalált a Világgazdasági Fórum, az új világrend. És ezzel többen egyetértenek, de vannak, akik már most nem értenek vele egyet, elég sokan, a politikusok közül is, de észre lehet venni, hogy kik azok. Most nem mondom a nevüket, de tudni fogjátok úgyis, akik nem értenek ezzel egyet. És ők ezt nem akarnak, pedig ők azelőtt a Világgazdasági Fórum úgymond képzéseire jártak, üléseire, és most már nem értenek ezzel egyet. Tehát ők a háttérhatalom törekvéseivel abszolút szembe mennek. És ez az, hogy aki szembe megy ezekkel, az a megvalósuló világhatalommal, amely egy kézben fog centralizálódni, az kívülálló lesz. Ugyanúgy, mint én is, meg az én társaim, akik sokan, remélem, hogy sokan leszünk, bízom benne. És ez a 10 király, ez egy embernek fogja átadni az erejét és hatalmát, akit a sátán fog jó szerencsésen vezetni és koordinálni, mert a sátánnak a fia lesz, és sok jelet és csodát fog tenni az emberek szín előtt, azért, hogy elámítsa az embereket, mindössze csak azért. És ennek az egy közös világvallás, antikrisztusi világvallásnak a vezetője lesz, és be fog ülni a templomban. Na most ez is nagy kérdés, hogy ez melyik templom lesz. Ez valószínűleg, én szerintem legalábbis, személyes vélemény, ez egy ilyen szubjektív, hogy föl fogja építeni még egyszer Salamon templomát, és abba fog ez az ember, aki nem lesz teljesen normális, képbe lesz az őt megillető dolgokba, de nem lesz teljesen normális, az biztos. Elég beteg lelkületű egy egyén lesz, szerintem hasadt is lesz, elég narcisztikus pszichopatának tűnik már előre az ember. Be fog ülni ebbe a templomba, és hát Isten templomába, ahogy megvan írva Dánielnél, be fog ülni Isten templomába, Istenként mutogatván magát. Na most ki az az ember, aki Istenként akarja mutogatni magát? Az sokáig nem él. Most az Antikrisztus se fog sokáig uralkodni, mint ahogy eltervezi. Csak 7 évig. Az első 3,5 év az felvirágzás lesz, a második 3,5 év az pedig gyalázatosan rettenetes lesz, ahogy a Jelenések könyvéből olvassuk is. Elég misztikus és thrilleres, horror-szerű dolgok és skifi-szerű jelenések fognak megvalósulni, és
megmutatkozni a Földön. És hát ennyit szerettem volna mondani erről a témáról, remélem, hogy profitáltatok belőle, és képezzétek magatokat, olvassatok utána ezeknek, hogy még több infót szerezzetek a témáról, mert minél több infóval rendelkeztek, annál biztosabb az, hogy ti is kívülállók lesztek, maradjunk ennyibe. Outsiderek, legyetek outsiderek ti is, ne szolgáljátok a fenevad rendszerét. És ne higgyetek a szélhámosoknak. Az meg a legfontosabb, hogy az imposztorokat, azokat kerüljétek el messzire. Ne, hogy ne fertőzzenek meg titeket a tanaikkal, a hamis téveszméikkel, mert akkor el is bukhattok, de ti nem fogtok elbukni. Titeket a Szent Szellem vezet. És mint tudjuk, a Szent Szellem a legjobb barátunk, ő az Isten. Egyedül is Jézus és az Atya. Jézus nevében, Isten áldásával. Jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok!